Sziasztok, köszöntelek benneteket csatornámon, én Kar vagyok, itt vagyok nektek újra egy Kerbal Space programos kalanddal. Hát aki látta az előző részt, az tudja, hogy szegény kis kerbárkáink ott maradtak a Moonon. Nem találtam le megoldást, hogy hozzam őket haza, egyetlen megoldás az volt, hogy csináltam egy újabb űrhajót, és újra csináltam a küldetést, egy akkora, illetve olyan erős űrhajót csináltam, aminek már 5511 deltavéje volt, ezzel képes voltam úgy orbitrálni, hogy maradt 2749, megterveztem a mi kis utunkat, és miután odaértem a Holdra, 1757 méter per szekundon maradt, ez nagyon jónak tűnt, legalábbis az előzőhöz képest, miután leszálltam, még mindig 1121 maradt, emlékeztek valami 300 valamennyi maradt az előzőbe, azzal nem tudtunk felszállni, ezzel viszont gond nélkül felszálltam, megterveztem a pályát, és hazajöttünk úgy, hogy 41 maradt, szóval ez is azért elég vékonyan sikerült, de lényeg az, hogy sikerült, úgyhogy ezzel haza tudtunk jönni, hazahoztam a mi kis kerbálkáinkat, és ez a fontos, úgyhogy innentől folytassuk a játékot, jó? Most innen fogjuk folytatni, itt vagyunk elvileg, hát jó messze, de most már leszállási pályán 36 kilométeres periapsziszon, megfelelő sebessége, leválasztottam az űrhajóról már a fölösleges modulokat. Valahol itt van az űrhajó. Itt van a kis űrhajónk. Hát ennyi maradt belőle. Csak a tudományos, illetve igen, a raktér, amiben tudományos kutatásokat végeztünk, maga ez a tudományos modul, a kapszulával, egy-két ilyen RC-fúvókával, ennyi maradt igazából meg a kicsi kerbálkáink. De lényeg az, hogy haza sikerült őket hozni, hát nem baj, ez most egy új küldetés. Akkor szálljunk le. Lehet egy kicsit gyorsítani, aztán nagyon nem merek közel menni, mert úgy a jó, hogyha hát ők is periapsziszig el lehet menni. Gyorsítgatni szépen itt az időt. Itt már kicsit jó, azt mondom, hogy azért behúzzuk az antennát, nagy leégjem. Becsuk antenna. Kapcsolok világítást, hogy jobban lehessen látni, mondjuk a világos oldalon vagyunk, de akkor is. Azt hiszem máshova nem tettem, igen, külső másik világítást nem tettem rá, de ez a gyönyörű szép plazma csóva, ez majd nekünk fog világítani. Most 55 km magasan vagyunk, 3200 méter per szekundum, ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel nem fogunk tudni egyből leszállni, túl nagy a sebesség, de ezzel a beesési szöggel és ezen a magasságon nem lesz ezzel gond. Nézzük, hogy mennyi albator van. Na, így maradj, légy szíves. Egy kicsit hevülnek itt a dolgok, mint látjátok. Persze attól függ, hogy honnan nézzük. Nem, attól nem függ. Az előbb eltűnt. Na mindegy. Szépen lassulunk, de ettől még szerintem át fogunk startolni, tehát fogunk tenni még egy kört. Vissza apoapsziszra, ami folyamatosan csökkent, tehát még egyet fogunk menni, csak a következő körben fogunk tudni csak leszállni. Szépen ezek itt csökkennek, és bekapcsolom, lehessen látni. Nagyon-nagyon lassan azért csökken a periapsziszunk is, és a sebességünk is, de túl nagy lesz a sebesség ahhoz, hogy ebből most így lendületből le lehessen szállni. Nincs ez a semmi gond, ástartolunk, aztan visszajövünk. Gyorsítani nem merek rajta, mert a játék egy kicsit akkor nagyon elnagyzolva számol, és az okozhat problémákat, illetve nem tud magától a pilóta szépen hátrafelé irányban tartani a seggét a mi kis űrhajónknak, és az veszélyeket rejt magában, az egész elborulhat, és azt már nem fogja kibírni, szétég, felrobban, stb. Látjátok, a magasság folyamatosan változik, most pedig bár kifelé repülünk, tehát annyira nagy volt a sebességünk, hogy az nem volt nekünk elég arra, hogy szépen bezuhanjunk a légkörbe, hanem átstartoltunk, átrepültünk. Nincs ezzel gond, megyünk egy kört. Elég gyorsan fogy, mint látjátok, az első belépésnél már közel 70, hát nem tudom, minek nevezzek az albatot, milyen mennyiség, hát mindegy 70 elfogyott a 200-ból, úgyhogy jó, hogy maximumot hoztam, volt egy ilyen megérzésem, hogy ugye nagyon messzire jövünk, nagyon nagy sebességgel, nem valószínű, hogy elsőre be tudunk úgy lépni a légkörbe, hogy abból leszállás legyen, ha 2500-al érkeztünk volna, elképzelhető, de 3000, nem is tudom mennyi volt már, azért ez egy kicsit nagy volt a sebesség, úgyhogy most szépen újból elszökünk, nincs ezzel gond, ez így nekünk teljesen jó. Begyorsítanám, de inkább nem teszem. Viszont begyorsítom nektek a videót.
egészen lecsökkent az apoapszisunk 129 ezer méterre, és a periapszisunk pedig 19-re. Hát itt azért most már lesznek majd akkor erők, viszont nem lesz akkora sebesség, mint az előbb. Én nagyon remélem, hogy az előbb ugye elfogyott belőle 102, hogy most elég lesz nekünk a maradék 98. Itt most már lehet gyorsítani egy kicsit az időt, de azért finoman, sőt a legjobb az, hogy én általában azt szoktam csinálni, ha inkább megadok neki egy pontot, amíg ideig gyorsítsam, és akkor lesz ideje, magától automatikusan egész jól csinálja, szépen visszalassít. Nem lehet abból nagyobb gond, de innen már azért biztos vagyok benne, hogy azért egy jelentősebb lassulás fog bekövetkezni. Nekünk hátrafelé menetben kell maradni nyilván. Jó, hát már vissza is lassított, tehát innentől kezdve ő már érzékeli azt, hogy itt gondok adódhatnak, és akkor visszalassítja nekünk szépen a sebességet. Na hát itt vagyunk a hatalmas óceán felett, innen fogunk bezuhanni 67 km magasan. Egy picit azért azt mondom, hogy bemerek vállalni egy kétszerest, azzal még nagy baj nem lehet, aztán amikor majd a sűrűbb, illetve egyáltalán igen, hát magában a légkörbe, hogy 70 alatt vagyunk, de a sűrűbb légkör részébe érünk, akkor ott azért már vissza fogom venni újra. Landulunk, és megnézzük, hogy mennyi pontot sikerült hazahozni. Én nagyon remélem, hogy rengeteget. Szeretnék egy jó 300 tudományos pontot, az nagyon sokat számítan nekünk. És akkor már jobb. Talán elég lesz a 300 pont arra, hogy azt a kabint alkalmazok, ahol már befér három kerbárka, nem kell külön egy ilyen turista, szóval egy ilyen legénységi plusz részt hozzá csatolnak, most hirtelen nem tudom mi a neve, meg is nézhetném, legénységi kabin. Jó, itt jött el az idő, hogy visszalassítsak. Szóval nem kell ez a legénységi kabin, ennyivel rövidebb lesz, hanem a nagyobbik kapszulát, kabint, parancsnoki kabint tudnánk használni, ezen az elsődleges cél, meg akkor lennének jobb rakétáink, ezek a RC fuvókákhoz is akkor lenne plusz üzemanyagunk. Lényeg, jó, 300-350-ben azért bízom, nem adtam össze, de azért elég sok tudományos pontot gyűjtöttünk. A legtöbbet azzal kaptunk, hogy mintát vettünk, és leraktunk egy zászlót a földre. Most előtt eszem, hogy arról például nem is készült fénykép. Majd mindjárt befogom nektek ide, akkor szerintem azt is vágni. Visszatöltöm, újra leszállok. És akkor a lehelyezett kis zászlócskát azt megmutatom nektek. Mert bizony azért is kaptunk pontot, nem is keveset. Elég bőkezen osztogatja itt a tudományos pontokat nekünk, XP-ket a játék. Hogyha ilyen dolgokat teszünk, mint például mintavételt veszünk, talajmintát veszünk, zászlót lerakunk. Meg a jelentések is azért. Itt már nem 5-10-20 pontokat, hanem már ilyen 40 pontokat ad. És ezzel lehet azért szépen haladni. Na hát lassul nekünk a mi kis leszálló egységünk, 2300 méter per szekundum alatt vagyunk, ez azért még elég kultúrált sebesség, szorozzátok be 3,6-tal, annyi kilométer per óra, azért ez még komoly sebesség. Elég drasztikusan nő az ablator mennyiségünk, én bízom benne, hogy elég lesz. Meglátjuk. 34 km magasságban. Hát az arcokat, kerbálkáknak az arcát nézve, van, aki csodálkozik, van, aki egy kicsit aggódik, de azért inkább élvezik azt, ami történik velük. Bíznak a pilótájukba, bíznak bennem. Hát én is bizakodva, hogy nem lesz ezzel gond, le fogunk tudni szállni. Ami egy kicsit aggaszt, hogy elfelejtettem nagyobb ejtőernyőt rakni rá. A sima, egyszerű, pici ejtőernyőt használom, ami magához a kapszulához, vagy hát a kabinhoz való. Remélem el fogja bírni, le fogja tudni lassítani. Majd 10 méter per szekundum alá. Azt se bánnám, hogyha a vízbe esnénk, de nagyon úgy néz ki, hogy nem vízbe fogunk megérkezni, hanem valahol ide a hegyek közé. Izgalmas lesz. Nagyon remélem, hogy nem lesz ebből gond. 58 maradt már csak a 200-ból, és azért még 1400. Az jó, 1200-nál már azért nem lesz ekkora. 1200 méter per szekundumnál azért már nincs ekkora hő. Ez bőségesen elég lesz, most már biztos vagyok benne. Egyébként a 60 az akkor is elég, ha csak egyszer jövünk be, mondjuk orbitról. Bőségesen elegendő. Sőt, látjátok, most már visszaesett nullára, már nem is fogy belőle. Elég sok maradt, 56. Meg itt féltem, hogy mi lesz. Ja, hát leszálló lábok már nincsenek. Az az előző leválasztó elemnél volt, még amikor volt egy kis üzemanyag is alatta
rakétát a leszálló egységnek. Azokat leválasztottam szépen. Úgyhogy leszálló lábunk nincs. Jó, elvileg lehet nyitni, úgyhogy én már nyitom is, hogy hadd lassítsam, mert ezért ez a 330 azért még sok. Ez ugye talajszinti magasság 9 km. Picit talán meg is gyorsítom az időt. Kétszeres az még nem okozhat gondot. Csak egy olyan 4 km vagy 1 km között valahol majd visszalassítom. Hát már fog nyílni az ernyő, sőt lehet, hogy most már nem biztos, hogy át tudom állítani, lehet, hogy inkább fölteszem egy 1500-ra, hogy ott már azért álljon neki fékezni. Álljon már neki fékezni, mert becsapódunk. Jó, hát nem nyílt ki, csak 500-on. Nagy, nem tudom. Ja, persze, mert nem elég, ezt is kellett volna a nyomást is állítani. Oké, mindegy. Lényeg az, hogy 9, jaj, 10, jaj, ez azért aggaszt egy picit, viszont gyönyörű, szép, fás területen fogunk landolni. Ha se bánnám, a fára esnénk, azért azok a gajak megfognak. De nem, ide fogunk szépen landolni. És már nem is kell nekünk. Gyakorlatilag teljesen egyben maradt az egész. Na mindenünk. Látjátok, használtam a RC fúvókákat is. Segít a landolásban, azt mondom. Szerintem hasznos, illetve kint az űrben sokkal jobb vele mocorogni. Na, lássuk! Hát volt egy nagy durranás, ez nem tudom, de úgy néz ki, hogy túlélték. Hazaérkeztünk, hazajöttek a kerbárkáink. Na nézzük, mennyi pontot kaptunk, annyira izgalmas, ez a része legizgalmasabb az egészbe. Szerintem olyan 300-400 közöttre satszolom, nem adtam össze, de nagyon jó lenne. Ja, nézzük töltikézzel gyorsan. Rengeteg tudományos pontunk lehet, 604 tudományos pont. Válasszuk ki azt a küldetést, ami a ma a legfontosabb lesz, mégpedig az, hogy elmenjünk a Minmusra és ott leszálljunk. Jó sok pénzt kapunk érte, meglátjuk, hogy sikerülni fog-e. És nézzük csak, hogy ezt a 604 pontot hogy lenne érdemes elkölteni. Én arra gondoltam, hogy szükségünk lehet jobb hajtóművekre. Ezt a kettőt én nagyon kinéztem magamnak, úgyhogy én ezt elfogadom, ez 160 pont. Ezen felül hatékonynak és nagyon fontosnak tartom egy komolyabb parancsnoki modulnak most már végre használatát. Ezzel kapunk egy nagyobb rakteret, ami nagyon hasznos lesz, ez még 160 pont. Továbbiakban lehetne itt a kicsit az energiákra, napelemekre jobban rámenni, még belefér. Még ez 160 pont, így maradt 124. Itt már azért alaposan elgondolkodtam, hogy az űrfelfedezést, vagy pedig a miniaturizálást válassza. Az űrfelfedezés nyilvánvaló előnye az, hogy lenne kapaszkodónk, illetve kapnánk ilyen tároló egységeket, még tudnánk magunkkal vinni kerbákákat, utasokat, illetve raktármodul, amiben bele tudjuk tölteni a pontokat, amiket kigyűrünk. Ez nagyon fontosnak gondolom, illetve itt van még nekünk ez a kísérleti készlet, amivel további kísérletezéseket tehetnénk, hogyha leszálltunk az adott bolygóra, illetve illesztők, csatolók, szétválasztók vannak hozzá. Ezen gondolkodom. Illetve talán még szóba jöhetne, bár ezeket én nem tartom most számomra olyan fontosnak, úgy, hogy az aerodinamikát se, mert nem szeretnék még egyelőre űrrepülőt építeni. Ez a kettő közül majd gyorsan el kell döntsem, de lehetséges, hogy várok még egy picit vele. Javító készlet is hasznos lehet. Szóval ebből igazából nekem ez a három kell, a raktármodul, a javító készlet és a kapaszkodó, ebből pedig igazából csak a kísérleti készlet, de nem tudom, hogy ezzel a kísérleti készlettel mit lehet csinálni, és a dokkolók ugyanis most már szeretnék építeni egy űrbázist, vagy valami hasonlót, amit ki tudok küldeni az űrbe. Néztem, hogy ha az űrfelfedezés követőnél van itt nekünk egy ilyen, hogy mozgatható, feldolgozó laboratórium, ez brutálisan szuper dolog, ugyanis ide lehet küldeni a tudományos pontokat, és itt a kis kerbárkáink, a tudósaink feldolgozzák, viszont ehhez még nagyon sok pont kell, úgyhogy ha ebbe az irányba indulnak, akkor ennek már egy része meg is volna. Én ennek ellenére mégis lehet, hogy ezt fogom választani ugye az űrbázis miatt, és a kísérleti javítókészlet miatt. Jó, hát ezzel el is fogyott az összes pontunk, és nem maradt más hátra, mint hogy építsünk egy űrhajót, hogy azzal elmenjünk a Minimusra, leszálljunk, és hazajöjjünk. Szuper, most már van nekünk MK1 kötőjel 3-as parancsnoki modulunk, ebbe 3-an is elférnek. Egyből rakhatok rá egy kicsit nagyobb ejtőernyőt. Na, egy egész jó pufa. Mi kell nekem még? Hát, ugye én nagyon szeretek, azt mondja, hogy van már nekünk nagyobb raktárunk, ilyen raktárakba elhelyezni dolgokat. Mindjárt mutatom is. Jó, hát ez így nem pont így gondoltam.
ezt kicsit elforgatom, hogy úgy nyíljon ki, hogy kiszállok, hogy egyből hozzáférjek. Én ide kapásból beraknék egy tudományos modult, mi kis kerbálkánk, így, egyből tudjon ott bent dolgozni, illetve ha a tudós kiszáll, akkor ne kelljen nagy utakat megtenni, hanem egyből tudjon rendbe rakni ezt a tudományos modulunkat, így hozzáférjen. Viszont maradt egy csomó hely, ezeket én a szokásos modulokkal lehet, hogy meg is fogom itt most pakolni. Mindenből kettőt viszek ugyanis pályán, tehát orbitom, illetve... Na, befér? Jó. Tehát orbiton és leszállás után fogom ezeket a méréseket elvégezni, úgyhogy ezért mindenből duplán viszek. Illetve szeretem, hogyha látunk is valamit, úgyhogy világítást is fogok ide bele szépen eszközölni, megnézzük, hogyan világít. Na, szuper, nagyon jól néz ki. És még mindig maradt hely, és ide pedig akkumulátorokat szeretnék elrakni. Van nekünk Z400-as, meg ezek a Z100-asok. Ezek a 400-asok nem picik, viszont nagyok. De rakunk belőle egyből, ezt egy kicsit elrontottam, így akartam. Hát mindegy, rakunk bele kettőt, az már sokat számít. 6. Nézzük, ez mennyi. Ez ugye 200, ez pedig 400. Vagyis ha ebből rakok kettőt, akkor az 800, az olyan, mintha ebből raknék ugye 4-et. És akkor kb. Ugyanott van. Na de, vannak most már jobb napelemeink is. Például van ez a hatalmas, gyönyörű szép napelem tábla, amiből nem fog kettőt fölrakni, csak egyet. Hát én ezt el fogom itt most takarni, bocsánat, ezt a logót. És hogy ne logjon annyira ki, egy picit én ezt most be fogom sülyeszteni. Ez így nagyjából szerintem jó lesz. Ezzel lett egy hatalmas napelem táblánk. Ez a napelem tábla ez tud tölteni 2,8 valamit másodpercenként. Nem adja meg, hogy watt, vagy kilowatt, valószínűleg kilowatt, de méretéből adódóan talán tudhat annyit. Legyen 2,8 kilowatt, mert szuper csúcs technológia, hisz végül is az űrrepüléssel foglalkozunk, nyilván a legjobb technológia áll rendelkezésünk, amit az emberiség tud. Eddig ezeket használtunk, ez 0,3 volt, hát azért látszik a különbség, hogy 2,8-3, de azért én viszek magammal ilyen kinyitható táblákat is, amiket ide fogok felszerelni, így gondoltam. Én ezeket ide fogom szépen egymás mellé fölrakni. Talán egy kicsit arrébb rakom, és egy picit talán így lejjebb. És remélhetőleg el fog férni itt egymás alatt több is. Jó, nézzük meg, ha kinyitom őket. Nem tudom, hogy egymásnak mennyire lesznek majd útba. Elvileg ezek elfordulhatnak a nap felé, talán nem okoznak egymásnak akkora árnyékot. Jaj, elrontottam, én mindennyiből duplán akartam. Kérem szépen duplára rakni. Köszönöm. És most látjátok, a túloldalon már le is helyeződik. És azért hagyom így nyitva, hogy lássam, mert nem akarom, hogy oldal irányba ezek eldőljenek, vagy bármilyenre is. Kintem vagyok ezt becsukni, mert nem férek hozzá a nyitott ajtajától. Így szépen. Mert még ezt is újra le kell rakni, mert ebből sem volt kettő, és szerintem ez így jó lesz nekünk. Nya. Jó, sok töltésünk most lesz. Ez a nagyot ezt azért raktam rá, hogyha esetleg úgy alakulna, hogy ezek megsemmisülnek, letörnek, vagy kevés lenne, azért még legyen plusz. Ezek, mint látjátok, ez ebbe az irányba néz, ezek pedig a másik irányba. Legyen elég napelemünk, aksikat bepakoltuk. Tudományos kísérletezésre szükséges dolgok nagy része megvan. Mit tudunk még vinni? Ezek megvannak. A tárolóegység, hőmérő, tulajdonképpen más tudományos eszközt nem tudok belerakni. Illetve még talán annyi, hogy a kabinunkba én nem gondolnám, hogy nekem szükségem lenne ezekre az ejtőernyőkre, hisz még ejtőernyőt soha nem használtam, és nem is szeretnék, hanem magával a kapszulával, a kupolával és az egész rendszerrel szeretnék hazajönni. Úgyhogy rakjunk hozzá mondjuk ilyet. Bár mondjuk ezek itt is elférnének. Hát jó, akkor legyen hátha. De nem, leveszem, mert ezzel is egy kis energiát meg tudok takarítani. Illetve viszek még egy pluszot valakinek, hogyha kifogyna. Szerintem legyen ez így egyelőre jó. Oké, és ezzel fogunk mi most ugye visszatérni. Tehát ez kap egy nagyon jó kis hőpajzsot, méghozzá a legnagyobb hőpajzsot, ami jelenleg van. Ugye ez a 2,5 méteres.
És akkor a hőpajzsalá pedig mehet egyből nekünk a leválasztó. És ebből is már ugye nagy kell. Ez így nekünk tökéletes. Ez a mi kis tudományos részlegünk, stb. Na nézzük, mivel fogunk leszállni a Minimusra. Hát szerintem ugyanazzal, amivel a Moonra. Ugyanis van nekünk jelen pillanatban, ugye mondom, 5,4 tonnánk, amihez ez a 64 kN tolóerő bőségesen elég lesz szerintem, de mindjárt megnézzük. Ugye ez egy folyékony, kapjon valami jó kis folyékony tartályt, folyékony üzemanyagú tartályt. Azt mondja, hogy ebbe van, jól lenne, ha megmutatnád. Azt akarom megnézni, hogy mennyiség 720, mennyiség 1400. Hát szerintem a le és a felszálláshoz nekünk elég lesz. Ennyi, talán még egy picit hozzáadok. A biztonság kedvéért. De szerintem kisebb a gravitációja a Minimusnak, mint a Moonnak, úgyhogy... De azért csak nyugtával napot. Megkapja ezt a hajtművet, és akkor nézzünk egy számítást. Ez azt mondja, hogy... 61 kilométer. Hát abban nem segít nekem, hogy légüres térben, ez 0,22 itt most a tolóereje a gravitáció térben, de ilyen kicsi gravitáción azt szerintem ez elég lesz, még lehet, hogy sok is lesz. Jó, akkor folytassuk azt, ami ezt ki fogja nekünk az űrbe szépen vinni. Ugye ezt az egészet meg leválasztóval le kell választani, eddig ez így megfelel. Okay. Na ide viszont azért rakunk bőségesen üzemanyagtartályt. Mennyiség 90. Jó, hát ezek a legnagyobbak. Nem tudok ennél nagyobbat rakni. Úgyhogy ebből rakunk rá egy 3-at. Viszont nem fog elférni. Úgyhogy följebb kell az egészet nekünk helyezni. Jó. Na, szuper. És ennek is egy hajtóművet. Hát így most már azért durva a súlyunk, ez már 83,5 tonna. Tehát ennek azért kell hajtómű. Most szerencsére itt volt nekünk ez a skipper, ez 568 kN-nal, de ez kevés volt. És van nekünk egy 1379-es. Ez így már is 3124. Deltové 1,56-os tolóerővel, ami szerintem egész jó lenne, tehát akár ezzel is kimehetnénk. De 3100-zal, ugyanha ki is tudnánk jutni orbitra, az nem lenne elég a Minimusra, és kell neki egy kis segítség. Úgyhogy keresünk valami jó kis leoldós, csatolós dolgot. Ez azt mondja, hogy robbanó erő 250, 260. Ennek a legdurvább a robbanó ereje. Ez azért fontos, hogy amikor leválasztjuk, akkor nem mindegy, hogy becsapódik, nekünk megy, becsapodik nekünk, vagy majdnem ugyanaz. Szóval neki megyünk, vagy pedig annyira el tudja ezt lökni tőlünk, hogy ne okozzon problémát. Én azt mondom, hogy lökjük el magunktól, talán ha felraknék egy 3-at, mondjuk így próbára. Hát nem segít nagyon a játék, vagy legalábbis én nem érzem, hogy jól rakná le. Sehogy se akar azzal szintbe lenni. Itt nem ugrik akkorákat, itt tök szépen szilárdan lerakja. Itt meg jobbra-balra, jobbra-balra, jobbra-balra. Jó, hát akkor ide vagyok kénytelen rakni. Pedig én följebb akartam. És meg elmozdult egy picit. Na nézzük csak, mivel tudjuk mi ezt kivinni. Van nekünk ez a S217-es szilárd hajtóanyagú. 1512 kN, jól hangzik. 500, ez nagyon gyenge. Ez még az. Úgyhogy maradunk ennél. Ebből ugye főpakolok most ide 3-at. Reményem szerint rendesen rárakta a toldóra. Így 4964 van. Ami 1,54, tehát még ez is képes lenne önmagában kivinni.
segítség nélkül. És ez azért már nem gyenge. Ez a 4964-en én azért nem mernék elindulni, úgyhogy elképzelhető, hogy inkább 4-et kéne rátenni. Vagy még rakok rá egy segéd. Na mindegy, teszünk rá egy kupolát, azt mondja, megnézzük, hogy mi újság. 4958. Ó, ez pici. Ez pici. Ez ugyanaz. Akkor nincsen másik, csak ezek vannak. Jó, akkor csak ez van. Ez egy kicsit azért visszafogott. Én azt mondom, legyen inkább ebből 4. Szerintem legyen inkább ebből 4. És valahogy följebb kéne ezt rakni. Legyen ebből 4. Nem azt akartam én most leszedni, hanem csak ezeket a lerobbanó dolgokat. Jó, és akkor így rakjuk föl szerintem egy kicsit a 4-et. Hát egy 5200 lett, nézzük hozzá, a tolóerőt 1,66 sokkal jobb. 5215. Kérdés, hogy ezzel elmerjünk-e indulni, úgyhogy oda-vissza meg tudjuk járni. Szerintem ezzel megoldható lehet. Jó, ami kimaradt, azok a lábak. Várj, rossz helyen szedtem le. Kerestem a hajtóművet, hát persze, itt a hajtómű, ezt itt kell leszedni. Így, és akkor ide kell rakni a lábakat is. Na, tegyünk neki valami lábakat, ami meg fog állni. A legnagyobbikat kellene fölrakni, az ez. Az a, hogy ezek se érnek igazán le, viszont ebből nem kell 4, hanem elég lesz 3. Ezzel az a bajom, hogy ez kb. Megint, de ez jó lesz így, jó lesz így. És nem tudom eldönteni, hogyha ezt innen leszedem, akkor ez le fogja robbantani. Mennyire rögzítette azt, én nem merném ennyire lerakni. Hanem így, viszont így majdnem, hogy szintben van a hajtóművek aljával, úgyhogy szinte a hajtóműre és a lábakra fog egyszerre leszállni. Ennél most nem tudtam jobbat hirtelen. Ebből a rendszerből 5180, azzal már talán oda-vissza meg lehet járni. Szóval amit nem stimmel, mert még ezt mondja, hogy hol a harmadik lerobbantó? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, hol a harmadik? Oda fölkerült, az elég nagy baj. Oké, hát jó lesz. Egy picit még azért azt mondom, hogy rögzítsük meg, aztán nézzük át, hogy mi hiányozhat. Hát nem tudom, érdemes-e még itt fönn egy picit, mindegy, azért rárögzítek a biztonság kedvéért. Alul szerintem jó lesz. Ez így nem sikerült. Ajjaj. Jobb lesz szerintem. Biztos a kedve, hogy van mindenhol. Jó, ez lesz nekünk a Minmus leszálló űrhajó. 5195 méter per szekundum, ebből kell körülbelül legyen 3000 pár száz kimenni, 2000 valamennyi. Az már nem elég. Ez nem lesz nekünk elég. Ezen el kell gondolkodni. Ezen el kell gondolkodni, ugyanis van itt egy ilyen, ez a Twin Boar rakéta hajtómű 1860 kN-nal. Ez meg 1500, lehet, hogy inkább ilyet kéne rakni. Ezek helyett. Ugyan kisebb. 4012. Aha, hát azért egy egyértelmű, az 4012 az nem lesz buli. De ennél jobbat nem tudok rárakni, az igazság. Ha még esetleg hozzátenném. Na várjunk csak, ez most tényleg csak
érdekesség kedvéért. 4003 lett. Ja baj. Akkor a tömege, hogy inkább rosszabb lesz a hatás, fog ne szívas. Hát 2006-ra emelte így. Azt a mindenit simán rátettem. Ilyet még nem láttam. De gyönyörű színe van. Az nekem még tetszik is. Nektek hogy tetszik? Hát ez nagyon buli. 5006 vagy 5002. De itt meg lecsökkent, érdekes. Jó, mondjuk nyilván útban van neki talán. 5006, hát nem biztos, hogy megéri. Nagy a súlya. Jó, maradjunk ennyi. Ó, hát ezeket meg elfelejtettem. Hát persze, én ezeket viszek magammal. Ezt majdnem elfelejtettem. Nem is tudom, hogyan rakjam, igazából így kéne szerintem. 2009 mindjárt jobb. Ugye hova került? Az remélem jó helyre került. Na, ezt mondja a fő, aztán a második, majd ezek jönnek a leválasztókkal. Az így nem jó nekem. Ezeket ide főhozom vákumra. Leválasztja, utána az beindul. De nem jó ez így. Ja, de az választja le azt. Jó, akkor jó lesz. Viszont nagy elkövessem azt a hibát, mert ez nem biztos, hogy el fogja bírni ezt az egészet. Én teszek még rá azért a biztonság kedvéért. Még egy. Melyiket? Egy ilyen nagyot. Ebből kettőt. Mondom kettőt. Ez egy picit belelóg. Jó, szerintem így jobb lesz. Picit csökkent a súlya által, de nem probléma, szerintem ez így megfelel. Lényeg az, hogy itt kinyílik. Elvégzi a feladatát, bezárul. Na, szuper. Na hát, közel 6000-rel meginduljunk-e a Minmus-ra oda-vissza ez a kérdés, sőt még nem is kapott ez a kis fejére egy ilyet. Így már csak 5980. Nekünk a lábakat, ez valahogy meg is álljon nekünk. És elvileg így jó. Megnézzük, hát eléggé lent van, de szerintem azért ez így irányítható lesz. Jó, Minmus leszálló, én azt mondom, hogy nincs vesztenivalónk, túl nagy, csináljunk egy próbakilövést. Aztán járjuk meg oda, visszahozzunk még sok-sok tudományos pontot, mert nagyon-nagyon kell nekünk. Minmus leszálló. Csak 66 egység, azt egész ügyesen megoldottam. Építettem egy másikat 134 egységgel, az nagyon durva. De most mind a három bárhonnan ki tud szállni, úgyhogy nincs jelentősége, hogy hol vannak. Nézzünk egy próba kilövést. Ez tényleg egy próba kilövés lesz most. Ha sikerül, akkor mehet is a játék gond nélkül, csak lássuk, mit lehet belőle így kihozni. Na hát elég jó pofa. Le kéne rögzíteni. Majdnem ugye leszakad. Ez most nem tudom pontosan mi történik, hogy ezt mi okozza. De ezek leestek. Akkor a szél van, hogy ezek leestek. Jó, hát egyértelmű, hogy ezen változtatni kell. Úgyhogy menjünk vissza az üzembe. És helyezzük üzembe. Jó, akkor ezt egy kicsit följebb teszem. Stabilabban fogja. Illetve nem, mert most jut eszembe, hogy én lehagytam fontos dolgokat róla. Nem csak a rögzítés, de most akkor gyorsan azt is megcsinálom. Most nem csak a rögzítés volt itt még probléma nekem. De közben rájöttem, hanem nincsenek szárnyak, semmilyen segítségünk nincsen arra, hogy ez a megfelelően arra menjen, amerre én szeretném. Ez lemaradt véletlenül. Szeretem ezeket a farokszárnyakat, hol van? Farokvezérsíkot, és szeretem használni. Ezt ide alulra egy négyet.
Hátra nyílazott szárny, ez még segíthet nekünk, hogy egy kicsit elforgatom. Na de. Jó, ezt úgy nem tudom elforgatni, akkor melyikre gondoltam, ez még segíthet. Vagy ez a szim, ez a kis szárnyacskát lerakhatnám még ide följebb. Szerintem még ez is segíthet, ezeket nyilván be kéne csukni. Indítás behúzott állapotban. Farokvezérség, azt oda leraktam. Jó, 5933. Hát elég soványkának tűnik. Hiszen tájtól a kisebb a gravitációja, úgyhogy kevesebb energia kell leszállni is, meg felszállni is. Ugyanennyivel megértem az előbb is, úgyhogy talán ez is sikerülhet. Belejük a sast. Jó messzire fogunk menni, oda fogunk menni. Én ezt beálltam célnak, csak hogy lássam. Igazából forgódással most nem törődök, ugyanis ez amúgy is csak egy teszt, gyorsan átnézem, ezek beindulnak. Aztán a második is beindul, de akkor ezeket már le kéne választani. Így, utána mit választunk le? Leválasztjuk azt, ezt leválasztjuk, utána beindulnak a maradékok. Majd azt is le tudjuk választani. És ennyi. Igazából. Antennát raktam rá. Nem raktam rá antennát, ezt nem hiszem el. Bocsánat, visszamegyünk még egyszer, és rakunk rá antennát, mert antenna nélkül nem fog ez megfelelően üzemelni nekünk. De még jó, hogy most jutott eszembe, nem amikor már. Na most van ez a kicsi antenna, ez azért jó, mert ennek a fogyasztása csak 20 másodpercenként, és most van ez a nagy, ennek viszont 51, de ez 5 millió kilométerről képes működni. És mi elég messze megyünk ahhoz, hogy azt használjuk. 5924-jel indulunk neki, meglátjuk. Én bízom benne, hogy sikerülni fog. Ki kéne számolni, hogy mennyi kell, ugye? Jó, stabilnak látszik. m/s. Jó, hát akkor kezdjük a kilövést. Illetve egyet mentek. Azt mondja, hogy min muszra leszállás küldetés indul! Min muszra leszállás küldetés indul. Hát, mennyire magyaros ez? Engedjetek el ezt most, jó? Lássuk, mit tud az űrhajónk. Ezt megint át kell építeni. Illetve át kell állítani, mert ez itt nekem megint szétcseszte. Jó, padlógáz. Elvileg nincs valami eszeveszett, nagy 1,64, szerintem az tökéletes. Elég szépen megy fölfelé, van benne kakaó. Úgyhogy nem lesz ezzel gond, szerintem. Hogy csináljuk? Egyből kimenjünk pályára, vagy pedig két lépésbe? Meglátjuk, mekkora tolóerőnk van. És mennyire fog elfordulni, ha én ezt most nagyon finoman elkezdem egy pöcögetni. Hát már kitért a hitéből, tengelyéből, ahogy elkezdem forgatni az egész valami eszméletlen módon megdől. Vagy hát így elindul, nem a megfelelő szögbe. Hát igen, ezt így most már nem igazán lesz így jó. Nem tudom megdönteni. Pedig a sas be van kapcsolva. Próbálom így. Akkor édes Istenem, ez kihozott bennünket rendesen most. Ez úgy kihozott bennünket, hogy ez durva, már most 126-on vagyunk. Ez durva volt. Jó kis hajtóművek ezek kétségtelenül. 700, 126. Pont az ellenkező irányba húzom.
Szerettem volna. Jó, hát ebből nem lehet jobbat kihozni. Ez így nekünk jó lesz. Kimegyünk egy 118-800-asra, úgyis arra kell majd menni. Azt mondja, hogy kell majd egy 1900 méter per szekundumot gyorsítani. Csak még a szilárdakat is le kell előtte lökni magunkról. 1.33 az annyi, mint körülbelül 50 másodpercnél kell majd nyomni egy kövéret, azt mehetünk. Lehet, hogy ezt most le is fogom választani. Leveszem a hajtóművet. Visszamegyek, hogy lássam. Puff! Egy picit, csak hogy eltávolodjunk tőle. Ez így most annyira nem volt sikeres, mint szerettem volna. Nem tudom, mi történt. Kaptunk egy akkora pofont, hogy elhajlott az egész. Na mindegy, van időnk visszaállni még. Nagyon nehéz irányítani, be kellett volna tegyem a nagyobb giroszkópot. Akkor a tömege, hogy ezt már nagyon nehéz irányítani. Vagy RC-fúvókákat. Az még jó lett volna. Nyomassuk. Van még 4800-unk. Ezért ez nem kevés. Most töltés 950. Hát sok aksit hoztam. Ez tény. Jó, majd utána tervezünk egyet. A Popsison szerintem. Csak érjünk ki. Orbit. Hát ezt a manővert meg fogom csinálni. Itt van egy Minmus találkozásunk. Így már nincs több. Na hát itt tudnék egy 7000, tehát egy 7 km-es minus periapszist elfogni. Csupán egy 31 méter per szekundumos gyorsítás kéne nekünk. És ezt mindenféleképpen érdemes megcsinálni. Hát nem is lesz tökéletes, de jó lesz. Csupán egy 1 másodperces, úgyhogy finomabban fogom ezt csinálni. Most már a kitérést is visszavettem. Nem lesz ezzel gond. Ennek így jónak kell lennie. Jó, csinálok egy mentést. Minusz pálya. Jó, és akkor gyorsulunk egy 10 napot. Jó sok idő eltelik, nem mondom. Jó, és akkor onnan kell majd egy 31 méter per szekundumot gyorsítanunk, úgyhogy ezt csak egy nagyon finom kis gázadásra fogom megtenni. Mert nincs szükség akkor a tolóerőre, amit ő képes. Az pipa. Pipa, 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 elvileg sikerült. Meg itt egy rakás ilyen jel, jobbra, balra, fölle, minden irányba. Aztán megint el fog engem
téríteni a hold. Szerintem azért megint ez a rengeteg villódzás itt. De jövőleg pipát kaptunk, úgyhogy meglátjuk, hogy jó lesz-e. Megint bejön Moonra. Reméljük, hogy el fog szökni. Ki kell szökjünk. Szóval Moon periapszisza, innen mehetünk. Szökjünk, szökjünk. Igen. És ráálltunk erre a pályára. Célja helyzet a legközelebbi távolsághoz. Legközelebbi távolság. Jó. Nagyon durva szöge van így most az egésznek. Egész kellemes kis periapsziszunk lehet. Kamera húzom, nem lesz jobb. Szerintem most nem tudok jobbat kihozni. Meg fogom csinálni ezt a manővert. 363, az 1900-ban akkor mindig marad 1600 körül, 1500 körül. Ez még úgy jó lehet, ha nem szól bele megint a Moon. Két nap múlva. Picit gyorsítsuk meg, mert elég nekünk 6 másodpercig. 6 másodpercnél indulni. Szépen rá, így. A 73.000-es periapszis sikerült a minmusz köré, ez még jó lehet. Na, és akkor itt kéne gyorsítani, vagy lassítani inkább. Látom, hogy mi változik. Írogatja folyamatosan Kerbinét, meg a Kerbolét, minden információt írogat, csak ez nem akar csökkenni. Na, ide kell bejönnünk így szépen. 178. 178, hát akkor még mindig azért marad egy 1400 leszállni. Lehet jobb lenne inkább a szöget is vissza. Ajjaj. Jó, akkor jó lesz így.
Igen, szépen egybeállt minden. Mondjuk már ez is jó, de azért hagyjuk végre a manővert pipára. Pipa. Pipa, pipa. Na hát elég durván 90 fokkal elforgatva, de legalább pályára álltunk. Végezzük el a szükséges méréseket. Ezért jöttünk. Nyit. Vannak, ott vannak benne. A Mystery Go. Sokat nem szedett össze. Mellette meg a pici. A nyomásgyűjtő. Az meg semennyit. Hát nem hasznosak ezek az adatok. Anyagvizsgálat. Ezt elrakjuk, azt ennyi. Vagy de boldog az a pilóta. Jövünk egy evára, az se ad új információt. Akkor nincs más hátra, mint leszállni. Még 1400 méter per szekundumunk. Azt mondja, hogy hátra irány. És akkor szépen elkezdek lassulni. Egy periapszisról. Ezt lehetne, hogy forgatni, nem sokat látok, még így se. Jó lesz. 2 másodperces gyorsítás. Már igazából csináltam azt is, hogy itt, ahogy most vagyok, szépen hátrafele menetbe elkezdek gyorsítani. És akkor az ugyanezt csinálja tulajdonképpen. Igazán értem, hogy forog most ez nekünk középen. Megint ellene dolgozok. Be volt kapcsolva a hátra irány. Időgyorsítás. Vileg oda fogunk alól megérkezni, bár ezt utólag is be tudjuk szabályozni. A kis jeges része kellett volna nekünk megérkezni. Jó lenne a világosabbik felén. Oda fogunk akkor megérkezni. Picit lassítok is, hogy lássuk. Ott a föld, ott a moon. Ez a nagy szürke, ez meg a mínusz. Jó magasan vagyunk.
kicsit gyorsítsuk meg a dolgot. Hát amúgy forgatni, lássunk is valamit. Értetlen. Hát akár ki is engedhetem a lábakat. Nem túl nagyok. Picit zuhanjunk. Egy pici a gravitációja, ahogy nézem. Na, 70 kilométer. Még lehet gyorsítani. Picit lassítok rajta. Nézzük, mennyi fogy. Hát azért elég sok fogy, őszinte legyek. Elég lassan lassul. Győzni, majd felszállni. Legyen elég. Majd lelassítom a végén. Elég rossz leszálló helyet sikerült választani. Ilyen dímbes, dombos helyen. Lehet, hogy felborulunk. De még lehet, hogy szerencsénk is lesz. Csak maradjon egy 1000 méter per szekundum, hogy fel tudjak rendesen szállni, és akkor nem lesz gond. Sikerült jó helyre leszállni szerintem. Itt már nem lehet gyorsítani, meg kell várni sajnos. Még egy 1000 méter is már lenni is vagyunk. Látszanak a nagyobb kavicsok. Kis boldogok. Megmarad az 1000 biztos. És akkor azzal simán haza tudunk menni. Simán. Csak jó szögbe kell felszállni, ez nagyon fontos lesz nekünk. Sikerül jó szögbe felszállni. Jó irányba. Sokat számít majd. Elvileg a lábak kibírnak 10-12 méter per szekundumot, de azért amennyire lehet igyekszem óvatosabban letenni. És lehet, akkor ne csapjuk oda. Hogy véletlenül eldőljön. RC-fúvókákat most nem tettem rá. Ezzel is csökkenteni akartam a súlyt, hogy minél több delta végig maradjon. Hogy?
Hát ennél tökéletesebb leszállást elképzelni se tudni, és végre itt vagyunk a Minmuson, nem hiszem el, és maradt 1064 delta vénk. Szuper! Na hát akkor végezzük el a szükséges vizsgálatokat. És ezt ki kéne vinni a tudóssal. Gyere tudós Evára. És akkor begyűjtsük az adatokat. Nem baj, ha tönkre teszi. Ugyanis vissza tudja állítani, ez a jó benne. És újra anyagvizsgálatot tudunk végezni vele, és 125 pont, ez igen. És ezekkel is elvégezzük majd, ha ez visszament. Aj, mit nyomtam? Rossz gombot nyomtam, véletlen is felszálltam. Na, nem baj, visszamegyünk. Véletlenül felszálltam. Esünk már lefelé. Ennyire picit a gravitáció, látjátok? Újra leszállok. Kétszer szállok le máma Minmuszra. Bizony. Egy nap alatt. Ezt nem sokan mondhatják el. Pocsékoltam egy kis üzemanyagot, nem baj. Jó. Oké. Vigyítsük az adatokat. Ez is 50 pont, úristen, ilyen sokat még sose adott. 60. Határozottan megérte. Hőmérséklet adatok, az is 40. És most kijövök még egyszer Evára. És engedjük. Ja, R betű, bocsánat, R. Ugyanis szépen le akarok szállni mintavételt a talajból. És letesszük az ászlót. Úgy pici gerbálkánk leszállt. Szia! Lehet nagyon szaladgálni. Azt a milyen pici a gravitáció! Ide aranyos! Na, azt mondja, hogy kérlek egy felszíni mintavételezés, az 150 pont. És tegyünk egy zászlót is, tűzzük ki a zászlót, ez nagyon fontos. Puty. És mi legyen a zászló neve, mint az, hogy Karabi Gaming. Felirat. Itt jártam. Hehehehehehe. Oké, és na, mehetünk is vissza. Kapaszkodik, és bemászik. Készen is vagyunk. Csinálj még legénységi jelentést. Azt akár haza is küldhetjük, szerintem. Nincs hatótávon belül, akkor nem küldjük haza. Elraktározzuk. Mit tudunk még csinálni? Mint szerintem minden adatot begyűjtöttünk. Akkor is más hátra, mint hazamenni. Ezt bezárom. Mentek egyet. Minmuszról haza felszállás. Oké. Na most ki kéne találni, hogy merre. Hogy a piti zászló nagyon jó. Ilyen szögben lenni nekünk optimális, mert addig el lehet itt szépen forgatni. Csak nem dől el, csak megtartja a lába. Én úgy emlékszem, nekünk úgy az optimális, hogyha a 270 fok felé indulunk el. Ez már mindjárt kiderül.
tök jó a napelemek, mindig fordulnak a nap irányába. Nem tetszik. Igen, 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 így, 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 és elvileg ez lesz jó nekünk a felszállás. Érdemes átfordulni erre a 270-es fokra. Ennyire el vagyunk most egy kicsit a pályától a rossz irányba térítve. Úgyhogy beállítom 270-re, és padlogázzal kifelé. Meglátjuk, mi lesz. Na jó, nem padlogázzal, de azért óvatosan. Ni. Szépen megindítom, és már döntöm is az egészet oda irányba. Nekünk ez így megfelelő lesz. Teljesen el lehet dönteni. Egyről nézzük meg, hogy mit alkottunk. Na hát följövünk ide apora. 119, itt lehetne mondjuk egyet. Azt akarom, hogy ezt is lássam. Na hát itt sokkal jobb lesz a szög, viszont ez rettenetesen sok méter per szekundumba kerülne. Még van mind dolgozni, hogy ez jó legyen. Hát ezt nem fogom tudni összehozni. Egy kicsit próbálkozok. Csak egyre csúnyább lesz. Másik irányba. 312-vel ilyen pályát tudnék csinálni. Most azt nézzük, hogy a lehető legkevesebb deltavét használjuk. Még akkor is, hogyha ennyire rossz lesz a szög. Ó, megtaláltam. Ó, de szuper. Így tökéletes. Csak 200-ból. Ez igen, és akkor még lehet csökkenteni. Ó, nagyon jó. Ezt akartam én. Ezt az előbb is ezt akartam így. Jó, oké, egy 236-ból azért egy egész jó kis pályát tudunk csinálni. Ez nagyon szuper lesz így. Nagyon szuper lesz így akkor nekünk. Csak 15 másodperc gyorsítás kell. Ja, nem is 800-ban most nézem, hanem 2x800. Hm? Ja nem, összesen 800. Akkor most ezt nem értem. Ja, ezek le vannak kapcsolva. Hm. Jó, majd bekapcsolom. Sokkal több van. Az egyik, sokkal több van. 15 másodperc még ad, menjünk. Gyorsulni kicsit az idő. 7-nél akkor lehet nyomatni neki. Elég jó kis pályát sikerült azért nagy nehezen összerakni. Már majdnem kezdtem feladni, amikor szögek teljesen eltértek, de aztán végül is jó lesz ez így. Még egy picit lehet gyorsítani. És mehetünk is. Hopp, nem voltam ráva, nem voltam irányba állva. Hát most ezt elrontottam. Nem baj, az még azért nem akkora probléma így, jó lesz ez ettől függetlenül még. Jó lesz ez ettől függetlenül még. Na, ez sikerült összehozni első körben, egy másfél milliót, egy 47 millióval, ez teljesen jó. Ezek mit teljesen jó lesz. És mindig maradt 544, mert még ki tudja mennyi, hogyha ezt bekapcsolom.
Na, rajta vagyunk a pályára. Hát szerintem menjünk egy kört. Nem, jó irányba megyünk. Nagyon jó, apoapszisz felé megyünk. Nagyon jó, akkor innen tudunk tervezni egy kisebb pályát. Mondjuk egy ilyet. 36 kedvencem, tudjátok, mindig 36-ra állítom. Hogy jaj, de így ezeket a piciket már így tökéletes. És akkor 5 óra múlva egy 2 másodperces gyorsítás. Nagyon megy az idő. Úgyni. És akkor megjártuk a minimuszt oda-vissza. Belassítja. Ő belassítja, meg felgyorsítom. És nem fogok megint teligázt adni, hanem csak így. Jobban lehet. Ennyi. Ennyire sikerült. Ups, ez egy kicsit sok is. Ez egy kicsit sok is. Menjünk el mondjuk idáig gyorsítva. Szépen telnek az órák, telnek a napok. Jó. Azt mondja, hogy hát 10 km. Mi? Periapszisunk 10 km. Az egy kicsit durva. Még menet irányba is adjunk neki pöcögetéssel egy picit, hogy ez nőjön. Mert ilyen beesési szögnél, tehát amit ez így most okozna, szénné égne az űrhajónk, úgyhogy adok egy kicsi gázt. És azon szépen lehet, látjátok, 20 ezer, 30 ezer, 35, 36 ezer, 603, tökéletes. Pontosan így akartam. Itt most csinálok egy mentést. Minimum szól haza. Orbit? Nem, nem állunk orbitra. Haza. Szállás, kicsit sok benne az ábetű. Jó, és akkor elvileg nincs majd dolgunk, mint egy nagyot gyorsítani mondjuk idáig. Ezt elvileg le kell választanom már csak ezeket a hajtóműveket, és ennyi. Még egy picit gyorsítsunk idáig. Nagyon óvatos vagyok. Jó, én azt mondom, hogy és menet irányba vagyunk, hogy válasszuk le a hajtóműveket. Hogy. És akkor beállhatunk hátra irányba. Napelemeket most már bezárom. Mindegyiket, meg az antennát is. És nincs majd dolgunk, mint szépen leszállni. Most már mindent becsukok. Jó, itt van mindenki, nagyon boldog. Én is boldog vagyok, hogy végre hazajönnek. Nyomunk egy gyorsítást. Ha jó nagy sebességgel fogunk beérkezni, elképzelhet, hogy tesz egy kört. Meglátjuk, mennyire lassítja le. Nagyon izgalmas. Ezek a részek nagyon izgalmasak. Még egy picit gyorsítsunk. Akkor annyira kibír zoomolni, hogy hihetetlen. Mindig 500 ezer kilométer magasan vagyunk. Ha nem gyorsul fel, mondjuk 3200 fölé, akkor elvileg még jó is lehet. És egy leszállásból megoldjuk, illetve egy... Igen, egy próbából megoldjuk a leszállást. Lehet, ezek a napelemek le fognak égni.
Nem baj, feladatokat ellátták. Százezer, 90 000, 80 és 70 000. Hát 3200 pont, ahogy mondtam, ez ilyen határeset. Nyilván jó ez, tökéletesen jó lesz. Nézzük, van. Ezt akartam, ezt akartam. Van jó. Maradj úgy, van 800 ablatorunk, úgyhogy ez mindenre elég. Nagyon boldogok. A formájából adódóan tökéletes leszálló ez a kabin. Kétszeres sebesség, hát. Csökken szépen a periapszisunk, a apoapszisunk. Az igen, már 100 000 is fogyott. Gyorsan fogy. De hát ez erre való. Nagyon szépen lassú. Ez tökéletes lesz így. Ez tökéletes lesz. És mindjárt apó is átmegy mínuszba. Nem tudom hol. Szerintem nem vízbe fogunk becsapodni. De, vízbe fogunk becsapodni. Már csak 2000. Ó, hát ez tökéletes. Merjék egy háromszoros gyorsítás. Na jó legyen. Csak haladjunk. Hoppá. Ez valószínűleg azért történt, mert háromszor a gyorsítást nyomtam. Valamelyik napelemén szállhatott. Nem. Akkor nem tudom, mi szállt el, valami fölrobbant. Valami kilógott és fölrobbant. Hát ez csak sikerült meg a sötét oldalra leszállni. Nagyon szépen. Ó, még 22 km magasan, nagyon-nagyon tökéletes lett. Mert a gyorsítás. És nyithatnám az ernyőt is igazából nyugodtan. Szépen majd visszalassítja. A víz fölött vagyunk, úgyhogy víz fölöttre kapcsolom a mérést. És gyönyörűen el fogunk csobbanni mindjárt. Hazaértünk. Na hát nem is hiszem, hogy ennyire jó sikerült. Raktam rá bőségesen. Egy tvernyőt, nehogy gond legyen. 6 méter per szekundum, míg lelassítottuk. Igen. Na jó, akkor ez egy sikeres küldetés volt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány pontot sikerült gyűjteni. Szükség van sok tudományos pontra, úgyhogy remélem jó sokat. Hát egy olyan 400-at szeretnék most is ebből begyűjteni. Ahogy nézegettem. És 3, 2, 1, mindjárt leszállunk, még egyszer 3, 2, 1, és hazaértünk. Pici kelbárkáink otthon vannak. Na nézzük gyorsan, mennyi pontot szereztünk. Ez az 569 pontunk van, mert 500 tudományos pontot hoztunk, és egy kisebb vagyont kerestünk vele. Úgy, azt kell mondjam, tökéletesen sikerült ez a küldetés úgy, ahogy van. 500 pontot hazahoztunk, ez sok mindenre elég lesz. Van 570 majdnem. Úgyhogy nagyon szuper. És szintet lépte? Azt hittem, 3 TP-t szereztek. Ha. Azt hiszem, hány TP kell a következő szinthez? Mindegy. TP-t szereztek. És már megint sötét van ezen a bolygón. Állandóan sötét van ezen a bolygón, viszont van 874 000 kerbál pénzünk. Az nagyon-nagyon jó. Nézzük meg a kutatási fejlesztési részlegen. Mire tudnánk ezt az 570 pontot jól elosztani? Na hát az előbb kimaradt ez a fajta fejlesztés. Ez 90 pont. És utána jöhetne nekünk ez a mozgatható, feldolgozható laboratórium, amely tökéletesen jó lenne nekünk például egy űrbázis esetén. Ha ezeket összeadjuk, a 90 meg a 160, az 270, az kb. A fele. Annak amennyink van, ha ebbe az irányba elindulunk. És akkor az ionhajtó mű felé is elindultunk. Szkennelési technológia, az igen,
őrszem infravörös távcső, felszínt pászadegység, viszont ez 300 pont, úgyhogy ezt nem is nagyon érdemes most nézegetni, mert ez még messze vagyunk. Precíziós mérnökség, itt lehet még számunkra valami hasznos kutatási vagy átjátszó cuccos. Ez milyen távolba tud? Ennek azért van sávszélessége. Csak azt nézem, ez a G antenna hatótáv, ez nem, már nem millió, hanem ez már a, nem tudom, hogy a milliárd, vagy ez akkor már nagyon-nagyon-nagyon messzire tudhat. Ez igen, mondjuk van ám azért fogyasztása is. Na jó, van, ezzel egyről ráérünk foglalkozni, hogy mire fejle... Na, ez most mi volt? Hogy mire költsem a kutatási pontokat. Lényeg az, hogy sikerült teljesíteni a mai küldetést. Igen, ezt is. Ezért is megkaptuk. Jaj, ezt nem választottam ki. Nem, ez másik. Ah, ez más, ez teljesen más. Jó, akkor azt a küldetési megcsináltam. Illetve turistákat tudnék majd még vinni a minuszra. Mindegy, ezek ráérnek majd. Lényeg az, hogy sikerült már a küldetést megcsinálunk. Elmentünk a minuszra, leszálltunk, visszajöttünk. Úgyhogy ez a hajtómű, amit újonnan használtunk, annyira hatékony volt, hogy elegendő deltavét voltunk képesek vele előállítani, elhasználni és felgyorsulni, úgyhogy ez egy nagyon szuper. Jó van, srácok, akkor már ennyi volt. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma velünk. Remélem, hogy tetszett, amit láttatok. Nem volt egyszerű. Nem azt mondom, hogy minden elsőre sikerült. Biztos látjátok, sok vágás van a videóban. Ezen azért látszik, hogy kellett azért azért dolgozni. Na, a lényeg az, hogy sikerült, eljutottunk a minuszra, oda-vissza, rengeteg kutatási pontot osztunk. A következő óriási feladat, amiben szeretnék belevágni, az az, hogy egy űrállomást építsünk, legalább a Föld körül, vagy a Moon köré, vagy esetleg mindegyik köré. A Föld köré, a Moon köré és a Minmus köré is kéne valami kutató állomást majd csinálni. Meglátjuk, még nagyon sok kutatási pont kell nekünk, ugyanis szeretnénk majd messzebb, én szeretnék messzebb majd kijutni, meglátogatni. Van még kint bolygó, amit érdemes megnézni, rengeteg kutatási ponttal, van ebben a játékban rettetes mennyiségű potenciál még. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett, igen, akkor nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornára. Hatalmas köszönet a csatorna támogatóinak természetesen, és mindenkit szeretettel várunk a Discord szerverünkön is. Találkozunk a következő részben. Ami mondtam, az nagy valószínűséggel már műholdépítés lesz, de lehet, hogy közben jön valami izgalmasabb, majd meglátjuk. Addig pedig jók legyetek, sziasztok!